Köszöntöm a Köztér Extra valamennyi nézőjét. Műsorunk ezúttal a Városházáról jelentkezik, ahol Cserbakovics András meghívására Szalai Bobrovnicki Kristóf volt a vendég egy igen izgalmas beszélgetésnek, és Köztér Extrában is a miniszter urat köszönhetjük. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Február 24-én ugye volt egy fontos évforduló, a háború első éves évfordulója, és mire lehet számítani? Ön szerint lesz még több ilyen évforduló? Hát én is köszönöm a meghívást először is, és nagyon örülök, hogy Fehérvár, mint katonaváros közönségéhez ezen a módon is tudok szólni. Fehérvár szerepe a magyar haderőben nagyon fontos egyébként, és számítunk is a további támogatásukra. És hát valóban több mint egy éve ugye kitört az a háború, ami alapvetően változtatta meg a biztonsági környezetét nem csak Magyarországnak, hanem egész Európának, sőt azt is lehet mondani, hogy a világnak. És alapvetően a magyar katonai biztonságpolitikai gondolkozást is egy magasabb készenléti szintre hozta. Sajnos ez a háború nemhogy csökkent volna az elmúlt egy év során, hanem annak a kiterjedése, annak a mélysége, mint katonai, mint gazdasági értelemben csak nőtt. Magyarország álláspontja végig az első pillanattól kezdve teljesen világos volt, amihez azóta is elszántan tartjuk magunkat, nevezetesen, hogy Magyarország a béke pártján áll, és azt szeretné, hogy a lehető leghamarabb szűnjön meg ez a 20. századi típusú öldöklés, tűzszünet és béketárgyalás álljon elő. És ezt az álláspontot hangoztatjuk azóta lényegében, de azt kell látnunk, hogy folyamatosan az egyes Európai Uniós országok, NATO tagországok is, miközben a NATO maga a háborúból való kimaradás mellett érvel, annak egyes tagállamai, sőt a legtöbb tagállam, az folyamatosan fegyverek szállításával részt vesz a helyzet ilyen értelemben eszkalálásában. Magyarország nem érdekelt ebben, Magyarország azt szeretné, hogy ez a háború ne eszkalálódjon tovább, és hogy a magyar emberek biztonsága a békén keresztül lehessen garantálni. Ugye a kezdetek óta hangoztatja Magyarország azt, hogy nem szállít fegyvert Ukrajnába. Mennyire került, és ezt ugye most is megerősítette, mennyire van ez mondjuk a NATO álláspontjával összhangban? A NATO álláspontja az az, hogy el kell kerülni az eszkalációt. A NATO egyes tagállamai fegyvert szállítanak, mert azt gondolják, hogy a béke a fegyverek szállításával érhető el a legkönnyebben. Magyarország nem ezt gondolja. Mi azt gondoljuk, hogy a békét a tűzszünettel lehet a legkönnyebben elérni, azt követően pedig tárgyalásoknak kell elindulni. A tárgyalások kimenetelét előre nem lehet megmondani, attól tárgyalások. És mi nem csak ezért, hanem azért sem szállítunk fegyvert, mert magyar testvéreink a határ keleti oldalán egy tömbben, nagyon szorosan egymás közelében élnek, és nem akarjuk, hogy a magyar kisebbség ezáltal célponttá váljon ebben a konfliktusban, ami könnyen előfordulhatna. És miközben ezért sok kritikát kapunk, de sokan elfelejtik, hogy ez a magyar kisebbség ukrán állampolgárként részt vesz ebben a borzalmas és pusztító háborúban, és nagy számban magyar áldozatokról is tudunk. Tehát Magyarország ugyan fegyverrel nem, de ezen a módon mégis ott van ebben a háborúban, és azt se felejtsük el, hogy a történetünk legnagyobb humanitárius akciójának a keretében félretéve minden egyéb megfontolást és a általában a migrációra alkotott elutasító véleményünket is, Magyarország határait megnyitottuk a konfliktus kitörését követően azonnal, és azóta is folyamatosan érkeznek a menekültek, akik Magyarországon befogadó körülményekre, illetve a további útjukat támogató körülményekre számíthatnak. Én azt gondolom, hogy ez a támogatás is fontos támogatás. Mindezek összességében hogy látja, hogy a NATO-ban való megítélésünk hogyan változott a saját álláspontunk miatt? Ez azért is fontos, ugye, mert Székesfehérváron működik egy NATO parancsnokság talán. Magyarország a NATO megbecsült és elismert tagja. Elértünk ebben az évben a 2%-os össznemzeti termékhez képest való költségszintet, vagy költésszintet, amit a haderőre fordítunk. Ez egy nagyon nagy előrehaladás. Messziről indultunk, körülbelül 10 év alatt értünk fel arra az útra, vagy erre a szintre, amit meg is fogunk tartani. Tehát Magyarország úgy tekint erre a költésszintre, ami minimum szükséges ahhoz, hogy a magyar emberek biztonsága garantálható legyen. Nem minden nagy NATO állam ért el erre a szintre, így Magyarország, mondhatom, hogy létszámarányánál jelentősebb mértékben jelen van a NATO-ban, fejleszti
megújítja a haderejét, NATO-kompatibilis eszközöket szerez be, a védelmi parát is egy európai védelemipari fókusszal és NATO eszközökkel gyártására koncentrálva teszi, és folyamatosan részt veszünk olyan missziókban, amely a, megint csak azt mondhatom, hogy létszámarányunknál nagyobb mértékben ad egy láthatóságot számunkra a NATO-ban. Gondolok itt a koszovói békefenntartó jelenlétünkre, gondolok itt a balti légtérrendészetre, de megemlíthetem a keleti határainkon kifejezetten a háború után és a háború miatt létrehozott zászlóalj harccsoport fölállítását, aminek keretnemzete vagyunk, tehát az a nemzet, ami a többi nemzetet befogadja, az az alapkeretet adó nemzet. Ezeken keresztül mind bizonyítjuk az elkötelezettségünket, a NATO, mint a legnagyobb védelmi szövetség mellett a világon, és ezért megbecsülést is élvezünk. Ebben az egy kérdésben azonban lényegesen különbözik az álláspontunk, és miután a legtöbb ország a NATO-ban most is az Európai Unióban Ukrajna fegyveres támogatását látja célszerűnek, ezért ez bizony hordoz magában konfliktusokat. Mondhatjuk azt, hogy ez a 2% akkor kiemelkedő, de erről mégis kevés szó esik. Összességében mit tud elmondani a NATO-val kapcsolatban, milyen új, illetve meglévő vállalásaink, kötelezettségeink vannak ezen túlmenően? A NATO egyik a fönt említett, már elmondott tevékenységünk mellett létrehozott magyar kezdeményezés, a magyar kormány döntése alapján egy több nemzeti parancsnokságot itt Székesfehérváron egyébként konkrétan. A székesfehérvárak bizonyára ismerik is azokat a látásból, bizonyára azokat a katonatiszteket, akik itt szolgálnak. Itt a horvátok és a szlovákokkal, mint társ alapító nemzetekkel hoztuk részt ezt a parancsnokságot, ami beilleszkedik a NATO regionális parancsnok irányítási struktúrájába. És ez nagyon fontos, mert ezen keresztül megint csak Magyarország a NATO-n belüli súlya növekszik, hiszen a területünkről indulnak bizonyos parancsok az alárendelt egységeknek, illetve rajtunk keresztül megy a NATO magasabb parancsnokságai felé a kommunikáció. Ez egy nagyon fontos döntésünk volt, és néhány héttel ezelőtt jártunk itt, amikor elértük azt a képességszintet, amit akkor a NATO azt mondja, hogy már jól működik a parancsnokság, ennek van egy neve, csak az bonyolult külföldi kifejezés, és ezen alkalomból ide látogatott a NATO európai főparancsnoka is, aki történetesen egy amerikai tábornok, aki Székesfehérváron, ugye nem túl hosszú időre, de legalább személyesen részt tudott lenni ennek a számunkra is fontos eseménynek. Ugye azt említette, hogy számos misszióban vállalnak feladatot, teljesítenek szolgálatot a magyar katonák. Nemrégiben talán éppen egy hete itt Székesfehérváron az Irakból visszatérőknek volt a visszafogadó ünnepsége. Hogyan látja, hogy hogyan teljesítenek a missziókban a mi katonáink? Nagyon büszke vagyok a magyar katonákra. Mindenütt, ahol magyar katona, magyar egyenruha jelen van, fegyelmezettség, professzionális, komoly, elszánt, bátor szolgálteljesítés van. Semmilyen olyan dologról nem hallok, ami ezt bármilyen értelemben árnyékolná. És különösen büszke vagyok egyébként az iraki missziókban, ahol nagyon nagy arányban tartalékosok is jelen voltak, hiszen a mai modern, mondhatni 21. századi magyar haderőbe mód van már arra is, hogy a tartalékosaink megfelelő kiképzés után ilyen katonai értelemben is, de diplomáciailag is nagyon fontos missziókban személyesen részt tudnak venni, és ebben a csodálatos hivatásban, ami a katona lét, abban fejlődni tudnak. És akkor folytatódik is a magyar részvétel a békefenntartó misszióban? Igen, Magyarország elkötelezetten részt vesz ezekben a missziókban, és ahol mindenütt, ahol úgy látjuk, hogy szerepünk van, és a magyar katona hírnevét öregbíthetjük, és egyben a teljesítőképességünkkel arányos, ott megjelenünk. Zajlik a haderőfejlesztés, erről is sok szó esik. Mégis mik a főbb területei, mik azok, amik már teljesültek vagy zajlanak, és mondjuk ez hogyan érintheti Székesfehérvárt, a katonavárost? A haderőfejlesztésnek vannak eszközoldali elemei, ezekről sokat beszélünk és sokat hallhatunk. Itt a szárazföldi, illetve a légierő különböző eszközei lesznek egyre modernebb NATO-kompatibilis eszközök. Ezeket döntően európai védelmi ipari kapacitásokból szerezzük be, leginkább német partnereink vannak ebbe, és az eleve azzal az elszánt elképzeléssel, hogy ennek védelemipari együttműködés formája is legyen. Tehát ahonnan vásároljuk az eszközöket, azok lehetőleg ezeket az eszközöket, sőt nem csak ezeket, hanem majd később piacra értékesítendő eszközöket is Magyarországon gyártsák. Erre nagyon sok példa van, most már ez egy épülő, fejlődő
együttműködés több ilyen vállalattal. A haderő emberi oldalán is igyekszünk a magyar katona fizikai, morális, lelki, képzettségbeli harckészségét, kiképzettségét, készen létét növelni, és ennek érdekében sok mindent tettünk már csak az elmúlt egy évben is, életmény emeléstől kezdve, készenlétfokozáson át, és most zajlik az a folyamat, amit fiatalitásnak nevezünk, aminek az a célja, hogy minél több fiatal, jó fizikumú, nyelveket beszélő, adott esetben egyes NATO tagországokban képzett, vagy közös NATO missziókban résztvevő fiatal tisztek kerüljenek olyan pozíciókba, ahonnan aztán ezt a dinamizmust a magyar haderőbe tovább lehet vinni. Ugye a béke, a hazánk védelme, a szomszédos országban zajló háború miatt is talán a katonák szerepe kiemelten fontos. Itt már mondott néhány intézkedést, amit talán arra is irányul, hogy ezt az életpályát vonzóbbá tegyék. Én azt hiszem, hogy Magyarország hadereje, ami most már egy elmondható, hogy mindenképpen abban az irányban halad, hogy egy modern 21. századi digitális haderő legyen. Ez érdemes a fiataloknak, és ezt igyekszünk egy nagy országos kampány keretében is elkezdeni erről beszélni, minél szélesebb párbeszéd keretében, hogy ez egy olyan életút lehetőség, amit idáig talán kevésbé gondoltak meg, mint egy jó út az életük szempontjából, de itt olyan személyes ismeretekre tehetnek szert, kiképzettség és további oktatások, olyan közösségi élményekre tehetnek szert, illetve olyan speciális tapasztalatot szerezhetnek, amit aztán később a civil életben is nagyon jól tudnak használni, illetve a katonai karrierjük során egy magas színvonalú, biztonságos, jó megbecsült szolgálati helyként tudnak megélni. Tehát egyre inkább szeretnénk, hogy a magyar fiatalok vagy hivatásos, vagy tartalékos formában, de válasszák a haderőt az életpályájuknak egy pontján. A hivatásosok, az altisztek, különösen a tisztek egész életükre ezt az utat választják, a tartalékosok vagy a szerződéses katonák ennek egy bizonyos részét töltik. De én azt gondolom, hogy a magyar haderő az növekvő mértékben egy jó befogadó és jó utat mutató, jó szellemiségű, hazaszeretettel átitatott kiváló intézmény. Ugye említette, hogy toborzó kampányt indított el a Magyar Honvédség, mindeközben azért a sorkatonaságot nem hozzák vissza, ugye erről is volt szó. Ugyanakkor ebben a professzionális hadseregben mégis kikre számítanak, miniszter úr? Hát a magyar fiatalok lényegében ugye 18 éves koruktól kezdve fizikai alkalmasság esetén a Magyar Honvédségben meg tudják találni az előképzettségük, érdeklődési területük és a jövőbeli céljaik szerinti helyet. Van, akinek olyan szakmája van, amit tud a honvédségen belül alkalmazni. Van, aki a honvédségen belül tud elsajátítani olyan képességeket, amelyek aztán később magával vihetők a civil életbe is. Nem említettem idáig, de nagyon nagy szerepe van például a kiberképességeknek, ez egy vadonat új, fejlődő, nagyon izgalmas terület, hiszen ezen a területen szinte folyamatosan harcban állunk, hiszen állandó hacker támadások, beavatkozási kísérletek vannak, ez egy egészen új világ, és ezt katonai szempontból is kezelnünk kell, és itt számítunk például azokra a fiatalokra, akik ilyen képzettséggel rendelkeznek, és szívesen beülnek, amit ideig a játékkonzol előtt szereztek meg ismereteket, azt a haza védelmében egy más típusú szerepben használnak, és ott viszont olyan képességeket és lehetőségeket ismernek meg, ami aztán megint, ahogy az előbb mondtam, ismét később civil életben is hasznukra válhat. Nagyon fontos szerintem a vezetői képességek ismerete. Hát mi lehet annál jobb vezetői iskola, mint mikor nem csak a saját életem, hanem mások, a bajtársaim élete és az én döntésemre van adott esetben bízva. Amikor meg kell terveznem egy komplex műveletet, amiben több eszköz, annak a logisztikai ellátása, üzemanyag, lőszerellátása, egy célba el kell juttatnom úgy, hogy a sajátjaim biztonságát garantáljam. Ez egy rendkívül komplex vezetői feladatok. Aki ebben sikeresen teljesít, az biztosan jó vezető lesz. Ott a munkaerőpiac után nem kell, hogy gondolkodjon azon, hogy egy kipróbált, és akár éles helyzetben is teljesítő katonatiszt, vagy egy ilyen tapasztalattal nem rendelkező között válaszol azonos egyéb körülmények között. Nem becsülném le a pusztán, mondjuk egy tartalékos katona esetében, aki csak még 8 hetet volt benn, de az alapkiképzést elvégezte, nem becsülném le a kiképzettségből fakadó önbizalom erősödést.
az vele van az egész életére. Ott tudni fogja az alap fogalmakat, hogy bizonyos dolgokat hogyan kell csinálni. Én szerintem ez nagyon fontos az egyén fejlődésével kapcsolatos előrelépés és többletenergia, amit kap egy ilyen kiképzettség árán vagy útján. Visszatérve a toborzó kampányra, a nyitónapon egy 175 kilométeres kihívást is intéztek önfelé, egy lefutásról szól ugye ez a kihívás, hogy áll ennek a teljesítésével? Hát jelentem, elkészültünk vele egy 4 fős csoportba, ahol nálam jobb és gyakoribb futók is részt vettek. Azt hiszem, hogy a nagyobb számú kilométert azt ők futották, de azért én is beletettem becsületesen több alkalommal, több kilométert lefutottam, és így a magunk vállalását elvégeztük, de nagyon örültünk neki, hogy ez az ötletünk, javaslatunk, ez széles körben gyökeret vert a magyar fiatalok körébe. Volt, aki evezett, volt, aki lovagolt, volt, aki futott, volt, aki mindenféle csináltak, és rengetegen beneveztek erre az eseményre. Nem is véletlen, 175 éves a Magyar Honvédség. Azért azt amellett nem menjünk el, és már Somogy ünnepség is lesz a tárgyban ebben az évben, hogy ez a talán egyik legnagyobb nemzeti kincsünk, amit 175 éve vel ezelőtt Mészáros Lázár felszólítására az akkori magyar, első független magyar kormány az erőnket immáron katonai értelemben is formálni akaró magyar kormány létrehozott, és azóta 175 éven keresztül ismerjük a magyar történelem összes fordulatát, hogy így fejezzem ki magam, ebben ott volt, helytállt, mert a magyar katona mindig helytállt. Nem számít a politikai környezet, de a magyar katona az mindig derekassan helytállt, és a Magyar Honvéd pedig különösen. Ez olyan nemzeti kincsünk, amit meg kell becsülnünk, meg kell ünnepelnünk, meg kell hajtanunk a fejünket az elmúlt 175 év hősei előtt, és ezt a példát meg kell mutatnunk a ma fiatalainak, és azt kell nekik mondanunk, és így is van, hogy ezt a fáklyát most ti viszitek tovább. És mutassatok példát, és nyerjetek abból erőt, amit ez a 175 év adhat. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet.